A tanévkezdésről, az új szakképzési törvény lehetőségeiről, valamint a változó munkaerőpiaci igényekről is egyeztettek a héten a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetői. A tanácskozáson elhangzott, több mint 1500 diák kezdi meg tanulmányait szeptemberben a centrum 10 intézményében. A szakemberek feladata többek között, hogy a térség gazdasági szereplőivel együttműködve feltárják a munkaerőpiaci igényeket, és ezekhez szervesen kapcsolódó képzési rendszert alakítsanak ki. Több mint 100 céggel és egyéni vállalkozással, KKV-val tartjuk a kapcsolatot. Onnantól kezdve, hogy milyen munkaerőpiaci igényük van, nagy szerepet játszanak abban, hogy kialakítsuk a képzési struktúránkat, és mi azt vállaljuk is, hogy bármelyik cégnek, ha bármilyen szakképzett munkaerőre van szüksége, megnézzük azt, hogy milyen keretek között, hogyan tudjuk a legrövidebb képzési idővel, a legjobb feltétellel a szakember utánpótlást megvalósítani. A térségben továbbra is fontos az informatikai, a gépészeti és az építőipari szakemberek képzése. A keresett ágazatok között van még a környezetvédelem, a vízügy és a turizmus vendéglátás. Minőségi szakemberekre azonban legnagyobb igény jelenleg a vegyiparban van. Nyíregyházán és környékén a legnagyobb felszívó erővel ezek a cégek rendelkeznek. Nincs a megye területén sehol vegyipari képzés. Mi iskolánkban 3 évvel ezelőtt indítottunk 3 éves képzéseket. A tanulóink tavaly végeztek először, és egyből kaptak is munkalehetőséget egy nagy vegyipari cégnél. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy nagyon nagy szükség van a szakképzett munkaerőre. Úgyhogy idén is indítunk 3 éves képzést, illetve technikum 5 éves képzésre technikumban nagyon várnánk még a jelentkezőket, hiszen az a tapasztalat, hogy ezeknek a cégeknek igen nagy szükségük lenne ezekre a szakképzett fiatalokra. Az intézményben vegyipari labor és vegyipari ágazati központ kialakítását is tervezik. Az a céljuk, hogy az új infrastruktúrális háttérrel erősödjön a minőségi szakemberképzés.